Szeptember végén Németországban szövetségi választást tartanak, és a felmérések eredményei azt mutatják, hogy nagy változások lehetnek a Bundestagban. Az elmúlt fél évben Angela Merkel pártjának a CDU-nak a népszerűsége meredeken csökkent, a zöldeki ugyanakkor jelentős mértékben nőtt. A legnagyobb kérdés azonban a kancellár személye körül forog, egyelőre ugyanis lehetetlen megjósolni, ki viszi tovább Merkel örökségét. Jön a folytatás. Három hete még mindenki azt gondolta, hogy ármélását lesz az Nogredi György biztonságpolitikai szakértő, Németország szakértő, vendégünk. Jó reggelt! Kezdjük sokan. Tanár úr három hettel jelentették be, hogy lesz, ugye a CDU-CSU kancellárjelöltje, és érdekes volt, hogy amíg őt nem választották meg pártelnöknek, illetve nem lett hivatalosan kancellárjelölt, addig minden elemző azt mondta, hogy ő a Merkeli örökségnek a továbbvivője. Aztán egyszer csak ez megváltozott. <síns> Én azt szoktam mondani, az ülésponton meghatározza az álláspontomat. Lássát, egy tartomány miniszterelnöke volt Észak-Rajna Westfáliai, amelyik rendkívül fontos, egy szavazat többséggel. Nagyon nehéz a helyzetem, mert egész életében minden beigazodott Merkelhez. Amikor a pártelnök választás volt, az első fordulóba a Merc több szavazatot kapott, mint ő. A Laschet édes, aranyos, bűbájos, joviális, de nem karizmatikus. A második fordulóban nyert. Merkel szembe Egyértelműen mögött állt Merkel. Na most mi a probléma? Merkel 16 éve viszi Németországot, visszavonul. Nyilván az volt a célja, hogy olyan utód legyen, aki neki a szobrát megalkotja. Először gondolt Anna-Gréd erre, aki üstökösként ment föl, korábbi szárvidéki miniszterelnök, majd zuhant le, lemondott. Most jött lásett. ő nem is ment föl üstökösként. Nagyon sokan a CDU-ból kiléptek Lássát miatt, mert úgy érezték, hogy a cdu csu az ő, sokkal jobb lett volna, mint ő. Az ődert egy egyhangulag támogatta a saját pártja a Bajor CSU. Viszont Merkel kell de... nem. Viszont kell nem. Viszont kell nem. Merkel lement Bajorországba, és azt mondta, hogy az ő egy kiváló tartományi miniszterelnök. Hát ennél nagyobb sértést azért ritkán lehet hallani, ez azt jelenti, hogy többre nem képes. És a CDU ebbe a kérdésben megosztott volt. Nagyon érdekes volt, kétharmad át mögött, tehát egyharmad nem állt mögötte. És abban a percben, hogy a megválasztották, elkezdett önállósodni. Szembe Merkel-el. Merkel, Merkel nyitva támadni, erre soha nem volt példa. És a tagság az ő mögé állt. A vezetés az nem, nyilvánvaló volt, hogy lasett mögé áll. Na most a Laschet próbált egy csapatot létrehozni, a Mercel, akit úgy, ahogy megvert, és a többi. De hát ez jelenleg nem nagyon működik, és ha megnézem a mér méréseket, három pártnak van kancellár előttje. Ezek közül első helyre följött a zöld Anna Grétkamkarem, eh, bocsánatot kérek, Annalina Bárbek, csodálatos volt. Tegnap este volt vele egy 20 perces műsor, Vasszlón, Frau hihetet hihetetlen jó volt, leiskolázta a szári portereket. Picivel mögötte van a szociáldemokrata jelölt a Sóc, aki tehetséges gazdasági szakértő, nem több, és a szociáldemokrata párt történelmi mélyponton 14-15 on van, és messze utánuk van Lasset. Na most ettől kezdve a kérdés az, hogy hogyan tovább. És most már ugye odáig jutottunk, hogy a kisebbik, ugye a CSU, a testvérpárt, ők lesetet okolják azért, hogy a CDU-CSU népszerűsége gyakorlatilag hétről hétre csökken. És hát azt is lehet hallani, hogy vannak olyanok, akik fúrják leset kancellári jelöltségét. Lehetséges-e, hogy változni fog? az állás, és mégsem leset indul azért a bizonyos bársonyszékért. Egy, önnek igaza van kettő. A CSU-ból a Zölder meg se szólal, ennél okos ahhoz, hogy ne. A helyettesei mennek neki a lesetnek, ő erről természetesen nem tud és nem tehet. Hm. Következő, lemondhat el Igen. De ezt megteszi már, nem találnak helyette mást. A ződert be lehetne hozni, de ez egy nagyon kínos. Ő tök. nagyon népszerű igen, de a válaszom az, hogy igen, de mi a de, hogy eddig kétszer indult Bajor a kancellári posztért, 1980-ban Franz Josef Strauss, 1992-ben hihetetlen tehetséges tajber, mind a kettő vesztett. Tehát, na most nyilván minden folyamat egyszer megszakad. Hogy vissza tudná -e hozni a cdu csu a mostani mélypontról, egy hét alatt 3%-ot esett a fölmérések szerint, ezt én kétségbe vonom, de nyilvánvalóan több esély jelenne, mint Lásetnak. A Láset jelenleg nem akar lemondani, de látszik azt, hogy próbál embereket bevonni a környezetébe, a Mercet és a többi, hogy ezek segítsenek neki. Ez egy nagyon nehéz dolog, jelenleg az zászló a zöldeknek áll, én ezt hetek óta mondom, a zöldeket nem terheli a kormányzati eddigi felelősség, a hibák, a mellényulások, és új helyzet van. A Laschet bejelentette, hogy számára a fő ellenfél a zöldek. Ez nekem azért fura, mert a CDU-CSU a zöldek nélkül nem tud kormányt alakítani, mire a zöldek azt mondták, hogy rendben, akkor összefogunk a kommunistákkal. Mi a probléma? 5% a bekerülési határon be a német parlamentbe, a Bundestagba. A kommunista utópárt a linke 6%-on van. Tegnap este bejelentették, hogy följönnek 10-re. Persze, hát, ha én lennék a helyükben, én 20 mondtam volna, tehát mondani bármit lehet. De a valóságban az ők a bekerülés szélén mozognak. Ha nem kerülnek be, akkor a zöldeknek egy lehetőségük van a liberálisokkal összefogni a szociáldemokraták mellett. Ezt hívjuk úgy, hogy Ampelt lámpa koalíció. Az összes többit meglátjuk addig még lesz három tartományi választás. Idén eddig két tartományi választás volt, mind a kettőt rendkívül csúnyán a CDU elvesztette. Visszatérve még Zöder személyére, ugye itt a legfőbb kérdés nyilván Németországban is a kampányban az a COVID lesz, a járvány, a betegségek, az oltás. és Így van. Ugye Zöder ebben is nagyot lépett, ő volt az első tartományi miniszterelnök, aki néhány héttel ezelőtt rendelt két és fél millió sputnik vakcinát a saját tartományának. És ugye őt követték aztán szépen a kelet-németországi tartományoknak a miniszterelnökei, és hát most úgy tűnik, hogy Merkel is azt mondja, hogy hát tulajdonképpen nagyon jó a Sputnik, és amint engedélyezi az Európai Gyógyszerügynökség, már is ennek. 25 millió adagot. Ez egy picit úgy tűnik, mintha itt szaladnának az események után. Ez egy érdekes dolog, tehát az én megnézem két nappal ezelőtt a kínai vakcinát, a WHO engedi ezt el. Hogy Európában engedélyezik -e, ez, egy politikai kérdés, túl sok köze az egészségügyhöz nincs, Sputnik. Nyilvánvalóan itt mindenki minden Ez is egy lesz. politikai kérdés. Ez egy teljesen nyílt politikai kérdés. Ha megnézem a g hezes megnézem az amerikai elnök, az amerikai külügyminiszter nyilatkozatait, akkor ma minden, ami Oroszországgal történik, Északi Áramlat kettő Sputnik, Ukrajna, ez mind politikai kérdés. Jó lenne ezt egy csomagba tenni, és egy orosz-amerikai csúsztalálkozón azért ezekből a kérdésekből, amiket lehet rendezni, de tény az, és önnek van igaza, hogy Zölder bejelentette, hogy ő megrendél a két és fél millió vakcinát, mondom magyarul, aki Bajorországba oltást akar, kapja meg. És akkor visszatérve arra, hogy kancellárjelölt, előtt, ugye egy, egy dolog, hogy ki lesz a CDU CSU kancellárjelöltje, egy másik, hogy ki fogja megnyerni a választást, és ugye valóban egy másik dolog, hogy ki kivel fog összefogni, mert említettük a jelzőlámpa koalíciót, de azért itt nagyon-nagyon sok forgatókönyv van terítéken. Persze, a nagy pártok közül a CDU CSU volt, az SPD lezuhant, ettől kezdve a kis pártok följebb jöttek. A liberális párt, amelyik mindig 5-6 százalékon volt, most 12-n áll, az AFD érdekes módon nem tud a 10-11 százalékról jönni. A kommunista utódpárt 5-6 százalékon van, a zöldek viszont fantasztikusan jönnek föl. Amíg a CDU-CSU heteket vitatkozott, hogy ki lesz a kancellári előttje, ezt a zöldek két perc alatt egy virágcsokorral eldöntötték, 22 százalékot kapott a bárbek azt, hogy 20 százalékot a párt másik elnöke, a HBQ adott egy virágcsokorot között, hogy mindketten kancellárok akartunk lenni, te kaptad a több szavazatot, mögötted állok és tényleg mögött áll. A szociáldemokratáknál ez a vita tavaly eldő, de a soc nem karizmatikus. Tehát a három jelöltből az egyetlen, aki karizmatikus, az a Barbeck, egy olyan hölgy, akinek nincs kormányzati tapasztalata, szerintem meg fogja szerezni, és ma, ismétlen ma, tehát május 10-11-én a zöldek nélkül Németországban kormány nem lehet alakítani. Miért tehát... ilyen népszerűek a zöldek? Hogy lettek ilyen népszerűek? Mert ugye nagyon sok mindent mondnak, nyilván a gazdaság az a zöld irányba, itt ugye hogy mit szólnak majd ehhez a nagy német cégek, az autógyártók, mert azért azt mindig elmondják, hogy lehet itt zöldíteni, de ahhoz, hogy ezt gazdaságilag túléljük, ahhoz fokozatosan kell ezt csinálni. Miért ilyen népszerűek a zöldek? Mert fiatalok, mert tehetségesek, mert diplomások, mert kimondják azt, amit gondolnak, mert nem terheli őket 16 év kormányzati munka és ennek összes hátránya. És tegnap este is, amiket a Barbek kimondott, hihetetlen népszerű volt. Elmondta azt, hogy egy ő nagyon nagy a környezetszennyezés, autópályákon ne lehessen többel menni, kettő, vezessük be a vagyonadót, meghirdetik azt, hogy két millió euró fölött, ő azt mondja, most ezt gondoljuk át, mert egy kicsit följebb kell vinni. Atomerőművek bezárása, szénerőművek bezárása, úgyhogy kompenzálok. Hír és azt mondta, hogy minden összefügg. Tehát ön mondja, hogy gazdaság. Igen, de gazdaság, a környezetvédelem, a klíma egy csomagba kezeljék, és úgy, hogy ez megoldható legyen. Tehát máshogy fogalmazva, a német fiatalok ma ezt a pártot sokkal jobban elfogadják, mint akár az spd akár a CDU-t. Zárójel. A CDU és SPD ifjúsági szervezeteinek élén olyan emberek állnak, akik nem karizmatikusak. az zöldek azok. Tanár úr, köszönjük, hogy itt volt. Én köszönöm szépen.